Több mint egy hónapja nincs karbantartója az egészségügyi kártyás rendszernek. Vasilé Csurkia, az Országos Egészségügyi Biztosító Pénztár elnöke úgy nyilatkozott, tavaly nyáron kiírták a közbeszerzést a rendszer karbantartására, erre azonban egyetlen cég sem jelentkezett. A napokban megismétlik a kiírást, remélik ezúttal lesz vállalkozó. A felmerülő problémákat jelenleg a biztosító pénztár alkalmazottainak kell megoldaniuk. Az orvosoknak elege lett a rendszer hibáiból és a népügyvédjéhez fordultak, hogy eldöntse a vitát, aki azonban egyelőre még nem nyilatkozott a kérdésben.